Szereted a Stranger Things sorozatot? Vagy szereted a társasjátékokat? Ha igen, akkor nagy eséllyel most egy olyan játékot mutatok be neked, ami tetszeni fog. Ha pedig szereted a sorozatot és szereted a társasjátékokat is, akkor tudja, hogy tetszeni fog ez a játék. Ez egy közepesen egyszerű kooperatív játék, ahol 2-3 vagy akár 4 játékos is belebújhat egyik kedvenc karakterének a bőrébe, és veheti fel a küzdelmet a Demogorgonnal és a gonosz kormányügynökökkel. A célunk, hogy megmentsük Willt. Annak függvényében, hogy mikor haltok majd meg, lehet a játék fél órás, de akár másfél órás is. Az intro után megismerheted a legfontosabb szabályokat, hogyan néz ki egy kör a játék során, majd több szempont alapján is kifejtem a véleményemet. Én Szőke László vagyok, ez pedig a Kockacápák csatorna. Akkor nézzük is meg a legújabb játékát Rob Davio-nak és a Camonnak, Simonnak. Ismerjük meg kicsit alaposabban a szabályokat. Ugye itt a játékot kell legyőznünk úgy, hogy minél jobban összedolgozik a kis csapatunk. Akkor győzedelmeskedünk, ha sikerül megmentenünk Willt. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy legyőzzük a Willhez kapcsolódó kihívásokat, amiből 3 is van. Ahogy ez több kooperatív játéknál is lenni szokott, a vereséget viszont már igazából több módon is elszenvedhetjük. Az egyik, ha mi vagy valamelyik társunk túlságosan is beparázik. A másik pedig, hogy kifutunk az időből, ami annyit jelent, hogy 3-szor is felhasználtuk az összes akciókártyánkat. Miután kiválasztottad, hogy melyik karakterrel szeretnél lenni, a körök gyorsan pörögnek, hiszen nem túl sok mindent tudsz csinálni egy adott körben. A kör legelején eldöntöd, hogy lépsz-e egyet, vagy sem. Az ellenfelektől a kör legelején el tudsz lépni, de ha a mozgás során lépsz olyan helyszínre, ahol már van egy ellenfél, akkor meg kell állnod és muszáj, hogy harcolj vele. Ekkor ugye nem kérdés, hogy mit kell csinálnod a körödben. Viszont ha olyan helyre mész, ahol nincs ellenfél, akkor használhatod az adott helyszínnek a képességét. Ezt vagy egy akciókártya eldobásával tudod megtenni, vagy teljesítened kell az adott kihívást. Ha sikerül teljesítened, akkor gyűjthetsz magad mellé például szövetségeseket, szerezhetsz menő tárgyakat, megnyugodhatsz egy kicsit, azaz gyógyulhatsz, vagy plusz információt szerezhetsz az ellenfelek, vagy a kihívások nehézségével kapcsolatban. Így kérheted Eleven segítségét is, aki sajnos nem egy választható karakter, gondolom igazából túl OP lett volna, de az a 6 képesség igazából fantasztikus, amit tud. Gyógyít, tönkrevágja a furgont, vagy gyengíti a Demogorgon erejét. A tokeneken található számok reprezentálják azt az erőt, amit az akciókártyák közül ki kell játszanod, hogy sikerüljön a kihívás. Pontosan csak ritkán fogod tudni, hogy éppen milyen erővel állsz szemben, így bőven lesz olyan köröd, ahol igazából bízni kell a szerencsében. Ha nem sikerül egy kihívást teljesíteni, mert mondjuk 2 erővel elmaradunk a célszámtól, akkor azonnal 2-t sebződünk, így érdemes óvatosnak lenni. Miután cselekedtünk, akciókártyákat húzunk egészen addig, hogy 5 legyen a kezünkben. Ezt követően fogjuk csak megtudni, hogy mivel szivat meg éppen minket a játék. Nem akarok túl sokat mutatni a jelenetkártyák közül, de ez például ránk mozdítja a furgonokat, és eldobat a kezünkből lapokat. Ezzel ugye felgyorsul a játék. A jó öreg papa Eleven képességét tünteti el, míg a Demogorgon a frászt hozza ránk. Annyi jelenetkártyát kell húznunk kötelezően, ahányadik acten áll Eleven karaktere. Ő akkor lép előre egyet, amikor már nem tudunk kártyát húzni az akciókártyapakliból. Hát elsőként a játék azon részeit szeretném kiemelni, amelyek tetszettek. A játék témájánál egy hatalmas W, hiszen nagyon szeretem a sorozatot. A mechanikák illeszkednek a játék témájához, a tokenoszlopokat kifejezetten üdítőnek találtam. Én nem igazán emlékszem, hogy más játékban találkoztam volna ilyen jellegű, kicsit ilyen kocka helyettesítő megoldással. A sorozat feelingje is átjött nekem, hiszen együtt erősebbek vagyunk, mint egyedül. A szövetségeseknek kifejezetten jó, érdekes képességeik vannak, amelyek a lehetőségekhez mérten még a sorozatban igazából betöltött szerepükhöz is illik.
az összes tárgy, ami erősít minket valamiben, szintén feltűnik valahol az első évadban, a jelenetkártyákra is egytől egyig rá fog ismerni az, aki látta a sorozatot. Az újrajátszatósága és az árérték aránya úgy lesz egészen kiváló, hogy nem csak az első évaddal tudunk játszani, hanem a második évaddal is, ahol egy új táblán kell teljesíteni, új kihívásokat, a demadogokkal és az átjáróval. Emellett pedig teljesen új szövetséges kártyákat és jelenetkártyákat is kapunk. Nekem esztétikailag is nagyon bejön, imádom az ilyen stílusú grafikákat. A tábla, a kártyák, a doboz, az insert minősége is kiváló. A minik minőségét pedig a Simon szerintem a kis ujjából kirázta. Tetszett a taktikussága, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell ahhoz, hogy éppen mivel szivat minket a játék. Én azt gondolom, hogy könnyen lekerülhet a polcról is, mert nem túl hosszú a felpakolása, elpakolása. Ha már párszor túl vagy rajta, akkor szerintem igazából 5 perc alatt simán meg lehet csinálni. Na és mi az, ami annyira nem tetszett? A szabálykönyv. Borzalmas szerintem a felépítése, oda-vissza kell lapozgatni, és nem egyértelmű minden. Én nagyon remélem, hogy a magyar változat az jobb lesz. Ha esetleg elakadnál, akkor javaslom, hogy nézd meg Rodney szabálymagyarázó videóját, vagy az én végigjátszásomból néhány kört. A linkeket majd beteszem a videó leírásába. Ami szerintem még jót tett volna a játéknak, ha van szabály arra, hogyan nehezítsünk, vagy éppen könnyítsünk rajta. Ezt mondjuk egyébként házi szabállyal azért elég könnyen lehet orvosolni. Az egyensúly nem tökéletes, minél többen vagyunk, igazából annál könnyebb lesz győzni. Ez ugye amiatt van, hogy ha többen vagyunk egy helyszínen, akkor lehet, hogy egyáltalán nem sebződünk, illetve mondjuk az ilyen walkie-talk és akciókártyáknak is plusz egy ereje van. Ez mondjuk egyébként illik a tematikába, szóval jó is, meg nem is. A karakterek között vannak olyanok, amelyek csak 4 fő esetén használhatók. Ha nyerni akartok, akkor például semmi értelme Joyce-t választani, akinek plusz egy ereje van Will megmentéséhez. A játék 2/3 is eltelik, mire Willt megpróbáljátok egyáltalán megmenteni. Ezzel szemben pedig Nancy fantasztikus. Kvázi minden körben iszonyatosan hasznos, hogy mozgatni tudja az egyik ellenfelet. Számomra ezek azért nem húzzák le a játékélményt túlzottan, csak gondoltam érdemes ezekről is beszélni. Összességében 77%-ra értékelem a játékot, mivel közel van a 8-ashoz, mint a 7-eshez. Kifejezetten ajánlom azoknak, akik szeretik a kooperatív játékokat, bejön a témája, és nem egy túl bonyolult társasra vágynak. Viszont nem ajánlom azok számára, akik ki nem állhatják a random faktort egy játékban, vagy ha valaki mondjuk alfajátékos lesz a játék során, mert erre itt azért elég nagy az esély. Azoknak sem ajánlom, akiket mondjuk csak az ilyen agyégető eurójátékok hoznak lázba. Ha egy ennél is egyszerűbb kooperatív játékkal szeretnél megismerkedni, akkor nézz rá a Forbidden Islandre. Ha egy hasonló játékot keresel, akkor a Horrifiedot javaslom, míg ha egy ilyen grandiózusabb kooperatív játékkal játszanál, akkor a Robinson Crusoe lehet a te játékod. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz is fel a csatornára, ha szeretsz kicsit kockulni. Köszi, hogy megnézted, találkozunk legközelebb!